akkor jöjjön az alapozó kategória. Bár nagyon sokat mondtam, hogy én a Lancôme alapozomtól el vagyok ájulva, ami nem változott, viszont valahogy ezt használom mostanában a legtöbbet, az Yves Rocher-nak ezt a szuper mattító, és tényleg szuper mattít, Zero Shine, hát azt tudjuk, hogy ez a Zero Shine, na mindegy, állítólag 12 órát matt, én ezt nem tudom azért megerősíteni, de viszont egy nagyon-nagyon jó alapozó, és egy jó árban lévő, úgyhogy én ezt szeretem nagyon. Nekem pedig, amit most legszívesebben használok, ez a L'Oréal-nak az Infallible. Igen. Ez is ilyen mattító alapozó, ezt most sokat használtam már, nem is és könnyű a kapon, szerintem ezt elhasználom, és akkor reménykedek benne, hogy jön a nyár, és akkor jöhetnek a BB krémek, de ezt még elhasználom. Igen. És akkor végül is az utolsó, ami a sorba maradt, azok a szemspirálok, és nekem nem az, hogy most, hanem régen is szerettem, de most megint előjött, mint kedvenc, a Maybelline-nek a Total Temptation. Én ezt szeretem, ilyen hagyományos keféje van, nagyon szép pillákat csinál, én megmutatom. Most is ezzel van a szempillám kifestve, rebegtetek egyet. Úgyhogy ennyi. És a tied? Ez a L'Oréal-tól a Paradise X-tetik szempillás, ez egy baj vagy. Megnézni milliliterre, ebben szerintem több kevés van, és elég sok festéket visz föl, és ilyen látszik, hogy kihúzom, ilyen jó buci. Elköszönünk, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!